A tojás az élet újjászületésének és a termékenységnek az egyik legősibb jelképe. Ez a forma az új életet, a születés, a teremtés titkát is magában hordozza. Ezért díszíti és ajándékozza az ember már ősidők óta. És ezért is kapcsolódik szorosan a feltámadás ünnepéhez, a húsvéthoz. A Vosinszky-Mór megyei múzeumban már évtizedes hagyomány, hogy ez időtájt tojásfestő szakkört hirdetnek a környék általános iskolásainak. A foglalkozást, mint már oly sok éve, Lehel Péterné, a népművészeti fiúmestere tartotta. Körülbelül 40 éve járok a múzeumba, kimondani is sok. Először a nagymamámmal voltam itt, talán 13-14 éves lehettem, akkor még ő volt a mester, ő mutatta be a gyerekeknek a tojásfestés csinyát, binyát, és ő vezényelte le a foglalkozást. Én, mint ilyen kiegészítő kellék, népviseletbe itt ültem mellette, és festettem a lilát és a zöldet a tojásra. Aztán, amikor a nagymamám már kiöregedett, úgymond, már nem vállalta el ezeket a dolgokat, akkor jöttem én képbe, akkor azóta egyedül járok ide a múzeumba a gyerekeknek tojásfestés bemutatót tartani. Az első csoport a Dienes Valéria általános iskolából érkezett, hogy megismerjék ezt a régi néphagyományt. Piri néni megmutatta, hogy ezt a ceruzát bele kell mártani a viaszba, rá kell rajzolni a tojásra, amilyen mintát szeretnél, és akkor megszárad a viasz, utána be kell rakni a piros festékbe, meg kell keverni, és piros lesz, és megszárad. Oda kell rakni a meleghez, utána le kell terülni, és színes lesz. Én egy szívecskét, ilyen lebetiket, hogy tudják, hogy az enyém, és virágokat rajzoltam a tojásra. A hagyományos bátai tojásírás ennél azért jóval összetettebb. A kifújástól a befűzésig 32-szer kell kézbe venni egy tojást. Én nagyon korán kapcsolatba kerültem a hímes tojással, ugyanis a nagymamám volt a bátán az egyik legismertebb, és szerintem a legszebb tojásokat készítő asszony. És én 3 éves korom körül kerültem először kapcsolatba, talán erre emlékszem, hogy ott toporzékoltam a nagymamánál, hogy a nagy dobozból, amiben ugye az nyáron összegyűjtötte a kifújt, megmosott tojásokat, és abból húsvét előtt tálcára pakolta ki a tojásokat, és erre emlékszem, hogy ott toporzékoltam, hogy én is hadd pakoljam, csak hadd engedd meg, hogy hadd rakjak ki egy pár tojást a tálcára. Na és innét kezdve kezdődött az én taníttatásom, nagyon sokat voltam a nagymamánál. Bizony volt olyan, hogy elsős koromban az iskola után, húsvét tájékán, akkor nem hazamentem, hanem átugrottam a nagymamához tojást festeni, mert akkor már liláztam és zöldeztem a tojást. Ezt a nagymama mindig megengedte nekem, hogy bármit csinálhatok a tojással, ha nem úgy festettem, akkor sem szidott meg érte. És szép fokozatosan, szinte észrevétlenül belevezetett ebbe a művészetbe. Ezek bátai motívumok, mert ugyanis a Sárköz 5 települése között a bátai katolikusok körében volt elterjedt a hímes tojás készítés, ezért bátán maradt fent ennek a hagyománya. És bátran mondhatjuk, hogy Sárközben van ugyan báta, de ezek a bátai tojások. Körülbelül 300 különböző motívum van. Ősanyáink, ükanyáink, szépanyáink, mindenki készített hímes tojást. Nagy csütörtökön készítették főtt tojásra. Ezért a motívum kincseknek a nagy része elveszett, de akkor is voltak olyan lelkes asszonyok, akik próbálták összegyűjteni a mintákat. Ezeket a mintákat az újságnak a szélére, vagy szabás mintának a hátuljára rajzolták le. Ma már maradandóbbak ezek az alkotások, hiszen kifújt tojásra készítik őket. A bátai katolikusok körében volt szokás, hogy húsvétkor komatálat vagy mátkatálat küldtek egymásnak, aminek elengedhetetlen kelléke volt a saját készítésű hímes tojás. Így tudatták annó az emberek, hogy tetszik nekik a másik, vagy hogy kit szeretnének gyermekük keresztszüleivé választani.
az ősi motivumokon nem volt lila és zöld. Az alapszínek voltak a fehér, a sárga, a piros és a fekete. Az 50-es évek közepe vége felé kezdtek el színesedni a tojást. Dél Józsefné Treszka néni volt az, aki a piac nyomására elkezdte színezni a tojást. A gyerekeknek ez tetszik a legjobban, amikor ebből a csúnya, fekete mintából elővarázsoljuk a színeket. Sámuelné Fekete Hedvig elmondta, az iskolában is nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek megismerjék ezeket a régi hagyományokat. Minden nagy ünnep előtt nagyon szívesen járunk a Vármegye házán, voltunk a farsang előtt, a húsvét előtt most idejöttünk, és minden ilyen nagyobb ünnep előtt szeretnénk a gyerekekkel megismertetni ezeket a régi kézműves technikákat, amit Hiteles, a Piroska néni nagyon ügyesen bánt itt a gyerekekkel, és nagyon jól csinálta. És itt a sárköz mellett az összes lehetőséget kihasználjuk, amikor tanórán kívül lehet ismereteket szerezni, megismerkedni a népünk hagyományaival. És ezt nagyon fontosnak is tartjuk. Ezek a gyerekek már a nagymamánál sem találkoznak azokkal a régi dolgokkal, ami az összetartozás érzését, ami a szépségét adta annak, hogy ünnepre készülődünk, hogy a családban mindenkinek megvolt a maga feladata. Tehát ők már a nagymamáknál sem találkoznak a tojásfestéssel, bár reméljük, hogy némelyik mégiscsak igen. És a néphagyományokkal, énekórán is, technikaórán is nagyon igyekszünk velük megismertetni és megszerettetni ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat, ezeket a szép dolgokat. Nagyon szép munkák születtek, és nagyon örülnek neki. Ezt kellene nekik most már megtanítani, hogy amit a saját kezükkel alkotnak, az mindig sokkal értékesebb, mint amit vesznek valahol. Ma már szinte csak Piroska készít a régi hagyomány szerint eredeti bátai hímes tojásokat, de megnyugtatott minket arról, hogy nem fog elveszni ez a tudás. Lesz a családban, aki életben tartja a népművészet ezen ágát.